szemfelelés vasárnapnak tudó egyeztetésen okosodása. Következik a felkérdezés nagyjából 6 órában. Egy emlékszünetünk lesz majd 1 órában kedvéig, és egyébként pedig akkor jövőjét elmenni. Nagyon köszönnek, megveszték azonban a kedves feleségének, hogy bőtűnény felismerő túlát vezették az elközévén. Volt-e olyan, aki ott volt és nem tanult semmi? Egyetlen a kérdés. Jó. Hogy a bőtűnény felismerőt valaki írva? Jó. Szóval azt gondolom, hogy ezek a bűnnövény felismerések, ezek hozzátartoznak az ismeretlenekhez, amit el kell sajátítanunk. Én is arról fogok beszélni, hogy a bárjunk a végességéről, és ahhoz, hogy az ember ezt hozzáérhetésre tegye, ahhoz, hogy meg a lábbal, hogy összehozni a bűnnövényeknek kell ismerni. Szóval remélem, hogy mindenki kapott egy ilyen kis programüzletet, ami nagyon egyszerűen összeállított. De dolog a negyedik oldalában a fesztivál program. És akkor a ötödik oldaltól pedig vannak azok a egy-két mondatok, amelyeket az előadói üzenetként megírtak előre. És ez így tett, hogy legalább valami biztos információt mindenki magával vigyen, és ott hagytunk ki helyet, hogy oda mindig elkérdezettel. Hogyha valami fontosat tanultok az előadásról, azt ide be lehet vinni. Egyébként az előadásokat fölveszünk, és aztán majd fölvesznek hasonló, mint a most már a Sarlós utcai jön, és fönt van teljesen. Láttam már valaki? Sajnos húzd egy videókat. Jó. Na tehát, szeretettel köszöntöm a mai előadóinkat is. Többen már vannak. És az lenne a célunk, hogy ne csak az előadásokat hallgassátok, hanem tudjunk beszélgetni is. Kérdéseket lehessen feltenni, és annak megfelelően az előadók tudják tovább konyolítsatlan a mondandóinkat, az információkat. Úgyhogy bárhol szóljuk hozzám a előadásokhoz. Annak kérdésem, hogyha lehet, látom csodálatosan mindenki felől, hogy ezt az előadókat próbáljuk már meghagyni ezt az első sorban. Jó, nem muszáj most minden elmenni, de még az első előadásnak említsetek, akkor valahol tudjátok keresni, hogy ők könnyen tudnak az esetleg egy filmóban. Jó, technikai dolog még az, hogy mindenkinek kell egy ilyen kasztalja. Valaki úgy jött el, hogy valami elkerült a belépő pultot, akkor kérem szépen, hogy ezt pultolja. Mindenki legyen regisztrál, és mindenkinek legyen vagy a sárga kasztalja. A sárga kasztalja sok az ebédet is rendeltek, a világban ez nincsen benne. A Skanzer mutatásainak elmondása szerint alakarta is lehet étkezni az étteremben. A nincsenek felkészült arra, hogy akár 100 mint sorbának a alakartéra, de mindenképpen, hogy azért pikniket is készítetek, és akkor nem mindenki maradék, mert azt hiszem, valakinek benne vannak, akik rendeltek a bűnöket. Szóval, hogy nem mindenki az alatt a kódatózós, hogy mondjuk rá. Jó. Van esetleg valami technikai kérdés? Ha nincsen, akkor jó szórakozás, okosodást kívánok a mai napra, és akkor szeretném szólítani a segítőkokat. Elsőbb a pillanat, aki a fenntartható településekről előadást tartani. Plusz percben, és akkor tisztán beszélhetésre lesz.
Valaha volt lumpi földek, amikben a talajvíz
kiszivattyúzásában működtek, de azóta ezt a talajvíz készletet kimerítették, és a sivatag újra visszatért. Úgyhogy a háború zajlik az erőforrások birtoklásáért. Ezért nagyon fontos, hogy mindezek a legfontosabb erőforrások, az ivóvíz, energia, termőföld és az emberi képesség. Ezeket kell megvédni mindenek fölött, mind a támadás alatt állnak. Itt tényleg csak föl tudok villantani képeket, mert itt több órás előadás is kevés lenne. És ma, amivel szembesülnünk kellett az elmúlt a Covid krízis kirobbanása után, ez a transhumanizmus, ami egy olyan globális technokrata diktatúrát akar a nyakunkba ültetni, ami hát egyébként érdekes elképzelésünk alapszik, tehát ennek a könyvnek a szerzőjét látjuk, Ray Kurzweil, aki a Google-nek a fejlesztési igazgatója, és ez a könyve 2005-ben már olvasható volt magyarul, és azt mondja, hogy az ember biológiai konstrukciója elavult, ezt le kell cserélni, tudattartalmunkat le lehet tölteni egy külső hatékonyabb számítógépre, és testet is cserélhetünk. Most amikor ezt a nagyémet elmondta, akkor azt lehetett tudni, hogy ez nem jövő, hanem ez már a jelen. Tehát léteznek ezek a technológiák, csak kérdés, hogy akkor azokban ki fog lakni, ki fog létezni, és az emberi lélek és az emberi szellem az hova kerül. Tehát ez egy nagyon súlyos, nyugodtan mondhatjuk, hogy fekete mágia, amit folyik, az örök életet ígéri, a test örök életét, és a szellemről pedig feledkezünk el. És ugye ez a technológia vonul be, itt csak a Csányi Birodalomnak az egyik önvezető traktorát látjuk, de most már az önvezető taxik is megjelentek, és a többi a lényeg az, hogy az ember söpörjük ki a munkaszférájából. És ezzel a szakadék szélére érkeztünk, mert valójában azokat a kérdéseket kell föltegyük, hogy mi az emberi létezésnek az értelme. Hát most megválaszolom a gyengébe kedvére, hogy a munka, tehát hogy teremtő módon vegyünk részt, vagyis az Istenek visszahúzók a teremtésből, és az ő helyükre kell lépnünk, és nem szabad átengednünk ezt a feladatot a gépeknek, mert a gépek azok egy ember alatti szférából származnak, és ezt fel kell ismernünk, és nem szabad hagyni. Most itt gyorsan átugrok pár. Igen, tehát itt a negatív forgatókönyvek között el kell gondolkodni, hogy igen, hogy milyen építészetet, milyen környezetet akarunk magunknak, és a jelenleg forgalomban lévő globális stratégiát helyett egy szerint emberléptékű stratégiát kell építenünk. Valójában ezt azért is mondom, mert a össztársadalmi szinten erről szól a párizmus társadalmi mozgalom is. Tehát, hogy a nagy globális szuperállamok helyett az önigazgató közösségek kezébe kell adni a rendelkezést a saját tulajdonukról, saját pénzükről, a saját földjükről, házukról. Tehát nem azért leszünk környezetbarátok, mert az Európai Unió jogszabályra kényszerítünk arra, hanem magunktól is tudunk, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy ők gondolják. Tehát az biztos, hogy az életmódunkat a igazítani kell ahhoz, hogy teljesen jó képességhez, amiben a föld működik, és a központosított rendszerekkel, decentralizált rendszerekről van szükség. És hozzáteszem majd egy mutató példát is, hogy szemben azzal, amire most ösztökélnek minket, hogy mindent állítsunk át elektromosra. Elektromos autók, elektromos működtetési, hőszivattyús épület, fűtés, stb. Ezek mind technokrata megoldások, és mind hálózatfüggőek. És ahogy most napokban volt egy néhány ország átfogó kis áramszünet, Horvátország, Bulgária, néhány részletekben a kellemes élményben, ezek nincs sérülékeny rendszerek. Tehát olyanok felé kéne mozdulnunk, amik stabilak, és
kikezdhetetlenek. És ez mindenre igaz, nem csak az épületekre, az ellátórendszerekre, hanem az új pénzre is, mert egy saját pénzre lesz szükségünk, mivel a jelenlegi bármikor összeomlhat. És itt ez nagyon fontos, hogy itt egy útelágazáshoz érkeztünk, egy technológiai szemléleti útelágazáshoz, mert az egyik irány az a high-tech, magas technológiai igényű, a legfejlettebb technológiákat hajszoló irány, aminek az okos városok, a 15 perces városok, a robottaxik és a többi az irány. És ezzel szemben van a másik, ezt én low-tech, alacsony technológiai igényű, mondhatnánk is egy papadas verziónak gondolom, amire egy új kifejezést hozunk be, ez a reziliens épületek. A reziliencia az alkalmazkodó képességet jelent, vagy más szóval katasztrófa biztonságot. Tehát az épület, amit használunk, az minden körülmények között az alapműködéseit tudja teljesíteni. Mert ma egy szuper őszivattyús, nullenergiás ház lefagyhat, megáll a technika, megáll a technológia, és akkor le vagyunk zárva, nem tudunk mit csinálni. Vagy akár egy konkrét példa, amikor egy villámcsapás talált el az egyik expresszolat, egy nemzetközi expressz Budapest és Győr között, a nyílpályán megállt, és az ajtót se lehetett kinyitni, az ablakokat nem lehetett kinyitni, a légkondicionált, és ott a utasokkal fogunk lehetett kinyitni gyakorlatilag az éjszaka között. Egy villámcsapás miatt. Tehát ezeket fel kell készülnünk, a reziliens ház az igen kibír, mert nem áldozat jó. Miről van szó? Ugye ez a high-tech változat, amikor ennek is vannak bizonyos előnyei. Az elektromos autó együtt működik a házzal, és akkor optimálisan egyszer tárolálat, egyszer leadja. Most nem lennék bele mondani a részletekre, mert ezt mi is propagálják helyettem is. Ilyen mintaházak, bemutatóházak épülnek. Ha egy büfé jön hozzám, akkor megmutatom neki, hogy ilyet is tudunk csinálni, és utána megmutatom az alapokat. Tehát, hogy döntse előre, hogy mi van. Körvillantom, az egy verdőnő mintaház, ami elvére nulla energiát gyakorlatilag nem egészen, elektromos autóval együtt. De hát ma már tudjuk, hogy az elektromos autóknak is különböző bajok vannak. Hát ezek a őszivattyús szuperházak, amiket most mutogatnak, és akkor itt van egy kiállítás, ahol először próbáltuk ezt a alternatívát felmutatni. 96-ban volt először a Hongdai School and Autonom ház kiállítás, aztán mi ezt megismételtük, ahol olyan technológiákat mutattunk be, egy faállásokok hazán, ez egy autonóm energiarendszer, ami egyébként ugyanolyan, mint amit a Tesla most árul, csak akkor egy picit nagyobb és picit drágább volt, amikor ezt bemutattuk. De a lényeg az, hogy az épület és az egész környezet az erőforrás használata egy körforgásban kell, hogy részt vegyen. Az épült anyagokat is, aztán van egy életciklusa az épületnek is, mint hogy egy ember életnek is. Ez egy épület esetében 80-100 év, szerencsés esetben még ennek is több. És akkor az anyagai, hogyha az életciklus véget ért, lebontjuk, akkor úgy kell visszaolvadnának a környezetbe, hogy nem hagynak semmilyen káros nyomot. És ugyanígy használjuk a vizet, és a vízkőforgásból be kell illeszkedni a energiákat. Az életciklus szemlélet, ez valójában egy organikus szemlélet az épületre is, ami tulajdonképpen egy lény. És ugye a tárja tekintve ez a Kárpát-medence, térképe a folyamszabályozások előttől. Tehát jól látható, hogy az alföldek java része időszakosan vízborította volt, ma pedig a sivatagosodás rohamléptekkel halad előre, és még mindig nem tudjuk rávérni a úgymond a döntéshozókat, hogy tároljunk, tartsuk vissza azt a vízmennyiséget. Most ebben a nagy esőzésben többször annyi víz zúdult át az országon,
mint amire szükségünk van, és mégse fogtuk föl, és ennek ellenére egy ilyen árvíz helyzet után azonnal egy súlyos pusztító asszályzat következik. Tehát ez még mindig egy élő, megoldatlan probléma. És itt van ezt a sémát rajzoltam föl 96-ban, ami egy öntartó háznak a működési elemeit mutatja. Kicsit bonyolultabb tűnik, de egy városi ház röntgenképe biztos egyszerű, csak hozzá mellé kell rajzolni még egy atomerőművet, egy hulladékkiegészítőművet, egy szennyvíztisztítóterepet, stb. Pedig semmi ilyesmi nincs, a ház fokkal honnan működik. Ebben az esőgépműtéstől a víz visszaforgatásig, a komposztáló toalettig, növényi szennyvíztisztítóig sok minden található, ezt most készítettük, nem? Mutogatom, itt csak a száraz toalettet, ahol ugye ezt az értékes nyersanyagot gyorsan visszafordulhatunk a természetbe, ahelyett, hogy kérdődjük vízre, és itt azt adnánk pár kérdődjük keresztül, amit a energiával valamilyen szinten megmozdítjuk. Ezek a technológiák is tulajdonképpen már nagyjából 100 évre léteznek, sőt az elődeiknek pár ezer éve. És még mindig nem tudott átkörni. Kerti változat is. Ugye itt a komposztált melléktermékből egy ilyen virágányás képződik, tehát a természetünk őt fogja bezárni. És akkor itt csináltunk 2013-ban néhány típus tervet. Ez a high-tech változat, ahol a tetőfelületen lévő napelemek működtetik a házat, fűtenek, autót töltenek. Ezt egyszer meg kell építeni, beszabályozni, és ezt magába lehet hagyni. Nem kell hozzányúlni, nem kell enni, de nagyon drága és sérülékeny. Ez pedig a fapados változat, ahol elektromosságot csak arra használunk, ami feltétlenül kell, az épület alapműködését tudja produkálni elektromos áram nélkül is. Tehát fűtés, főzés, melegvíz, szellőzés, szennyvíztételés, ez mind áram nélkül is tud működni. Persze van áram, az jó, de nem áll el az élet, hogyha megszűnik. Tehát egyszerű, egy átlagos magyar családban méretezett kb. 130 négyzetméter alapterület és 6 fős családra alkalmas épület, és hát ez minden tud, és egy minimális mennyiségű biomasszal tűzifa kell a működtetéshez, amit kívülről kell behozni. Cserébe nincs benne semmi olyan alkatrész, ami meghibásodna, mert a lehető legegyszerűbb olyan, tehát körülbelül azt az analógiát tudom hozni, hogyha most van egy autónk, és ez egy régi, klasszikus benzinmotor egy porlasztóval, az bárki meg tudja szerelni. Veszünk egy új benzines autót, aztán nem tudjuk megszerelni, kihívjuk a motorházat, és nem látunk semmit, csak egy dobozt, és ahhoz már ebben műszerek kellenek, és elektronikus gyújtás is a többi, tehát ott már az egy fekete doboz. Itt pedig visszamegyünk azokhoz a technológiához, amiket mi átlátunk, a technológiai rendszer. Ugyanis a törpörget előtt ez a passzív szervezés, ez egy tűzhegyhazán, ezek a különböző alkatrészek, és akkor egy ilyen fenntartható település esetében egy település léptékre nagyított stratégiát építettünk, amit egy kistérségen felmérésekkel, alapokkal alapoztunk meg, és ebből kiderült, hogy ez a Balaton felvidéki Vörösi medence, Kapocs és környéke biztos ismeri. Amit itt föltártunk, az nagyjából Magyarország összes településére igaz, hogy a helyben lévő megújuló energiaforrások potenciálja jelenleg felhasználásnak minimum az ötszöröse. Tehát ott van helyben a megújuló energia, ezeket ki kell használni, és nem úgy kiszolgáltatnak se az emberoknak, se egy háborús helyzetnek, se egyébnek, és ez a stratégia, ez fölvelik azt, hogy az autóenergiállátás, a településeknek a visszáztartás
egyensúlyba hozása, csillagokosodási folyamat megállítása, és a felszín és felszínűleg vizek egyensúlya, a klíma szabályozás, a zöld felületek, a fenntartható erdőművelésnek, ökológikus tájhasználattal, és az összetünk az élelmiszer önrendelkezéssel is, tehát hogy a ne távolról hozzuk argentin cseresznyét, egyébként emlegethetünk, hanem ami itt megterem, először azt használjuk, és ami nincs, azt hozzuk be, illetve a feleséget adjuk el. Tehát ez a stratégia, amit idolgoztunk akkor, és ezt bárki elkezdte volna használni, akkor bármi volt radikális javulást tudott volna elérni. Én ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a mai napig egy kezemben meg tudom számolni, hány település indult el az irányba, és ha indultak volna, ez ugye több mint 20 év, 25 évvel ezelőtt tettük le ezt a tanulmányt, politikát nem érdekelte, akkor ezek a települések, ezek ma nem érezték volna meg a krízist. Abszolút. Gyorsan még egy városi projekteket is csináltunk, ezt a panelházat, például a fűtést képes ingyen adni, és akkor a végén egy szalmaházat is mutatnék a sok nagy épület mellett, tehát ez a családi ház lépében, ez a létező legkörnyezetbarátabb és legolcsóbb építésmód. Az alapot jól láthatók az építés fázisai, az alapozás elkészült, utána a fal vászszerkezett, rá kellett a tető, rá a tetőhéjazott, és utána elindul a szalmavárnak, a kis kosztavárnak a transportja, amit beviszünk a házba, ezzel készül a kitöltő fal, és itt látható egy kis kézi téma vés, amivel föltéblát préselünk, a belső válaszon a kapó készülnek, a vagyarbakolat, és ezek a egy tűzszerkazán látunk, egy modern farhelvet, egy olyan mosógépet, ami nem áramot használ vízmelegítéssel, a tűzszerkazán által melegített vizet használja, így sokkal kevesebb energiát használ. Ez egy fordított oszmózisos vízszűrő, ami azért kell, mert ma már a esővíz is veszélyes kezd lenni, mindenféle dolgokat szólnak bele. És ez a kis 450 wattos napelemfelület ennél a valóban autonóm háznál, amit sikerült megépítenünk a megbízóval együtt, ezt 8 évig működtette ezt a családi házat, tehát 450 volt erről fentő szivattyú, világítás, mosógép, és körülbelül még a kérdő történet. Itt van a ház. Egy növényi szennyvíztisztító, úgyhogy ennyit tudtam ebbe a idővel szorítani, úgyhogy most akkor kérdezzük. Hát van valakinek kérdés? Már is van, de ugye amikor. Azt meg tudnád mondani, hogy mostan eljött? Azt meg tudnád mondani, hogy mostani áron ez a legjobb mutatott ház, ez mennyire kerülne? Ugye ez azért nehéz erről bármit mondani, mert minden évben a építési tájékoztatási központ kiad egy átlagárat, ami az előző év statisztikai adataiból átlagol, hogy egy családi ház mennyibe kerül négyzetméter ára. Most ez olyan, a mostani átlag négyzetméter ára az olyan 8000 forint körüli nettó ár, lehet, hogy magasabb, de benne van minden. A szuper luxus villa, meg a vályokház. Nincs ilyen egy átlag, tehát nincs átlag. Minden épület egyedi, és ami a konkrét út, hogy a kivitelező milyen ajánlatot összeget tesz-e. Én azt tudom mondani, hogy a szalmaháznak az az előnye, hogy ott a saját nevet is lehet használni. Tehát kell egy könyves, kell egy ács, és onnantól fogom majdnem mindent meg lehet csinálni, tehát ezzel lehet spórolni, maga az építmény is olcsó, de én azt gondolom, hogy van egy minimum, ami alá nem lehet lemenni.
és hát az érzésem az, hogy ez, ez olyan 400.000 forint körül négyzetméter áll, de most épp részt veszek egy, egy kísérletben, hogy hogyan lehet egy 100 négyzetméteres szalonházat 13 millió forintból megépíteni. Izgalmas, igazi kihívás. Nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de majd elmesélem. Egy kérdésem lenne, hogy itt látjuk, hogy ezek tényleg ilyen 5 évvel előtt is már ismert folyamatok voltak. Mi az, ami ez alatt, 5 év alatt most jelentősen nem változott? Jó vagy rossz irányba? Bármi? Hát a háború és egyik tényező következtében, hogy a építőanyag árak nyilván fölmentek. Éppen azért nőtt meg a jelentőség a helyi építőanyagoknak, tehát hogyha valakinek, valakinek a szerencsés, hogy saját telkén nagyon is a föld, akkor a téglát, a földtéglát saját maga le tudja gyártani. Van még azért Magyarországon még húza termelés és kockavállalat gyártó gépek is vannak, most már inkább ezeket használják, mint eladják, kimondják a forgalomból, de lehet kapni. Van vállalkozó is, aki csinálja, tehát ezt a, az áremelkedés minden térjük a népaipar, az acél szerkezeteket, nyilvánzárókat, stb. Tehát ezekkel mindegyikkel meg kell keresni az alternatívát, beleértve az újrahasznosítást, a gondot építeni magukat. Tehát én azt mondanám, hogy ez az építőanyag áremelkedés, ez a legdrasztikusabb, az energiaár is, de ezek az a megoldások, tehát elérhető egy, egy közel nulla rezsével működő ház. Az, az mindenre a kérdésre választott. Közben megkérdettem, hogy ezt a másik még pár diát nem vetitek, de csak alatt is kérdettem ki. Úgyhogy akkor, na, parancsolj. A nem messze van a házuk, tehát minden hálózattól függetlenül, és mégis úgy döntött, hogy ez egy elektromos autót vesz, hogy azzal járjon be, és ahhoz kellett egy nagyobb napelem felület, és akkor cserélte le ezt a kis 456-os, egy nagyobb teljesítményű, hogy az elektromos autót tudja működtetni. De egyébként hűtőszekrényük sincs, hanem kamra és jégverem. Akkor itt csak közben pár diát vetítek, családjázon kívül más épületeket is tervezek, ez egy biodinamikus tejfeldolgozó üzem Veszprém megyébe Szentgálon, ez még a tervben már azokon megépült. Igen, ott a megépült épület látszik alul, és itt még fog, fog egyéb épülni. És ez a, ez a gazdaság, hogyha teljesen kiépül, ez a 460 hektáros gazdaság, akkor kb. 400 családnak az egészséges élelmiszerre való ellátását fogja tudni lefedni. Úgyhogy egy többé-kevésbé kosárközösségek által működtetett értékesítő hálózattal együtt. És itt ez egy baldott iskola terve, ami nem épült meg, de érdekes volt. És itt a gyászos emlékű Milánói pavilon, amit én terveztem, aztán itt különböző botrányos történetek voltak, most fölállították Harcagon, úgyhogy nem kérdeztek meg róla, tehát érdekes. Fönt van az eredeti terveknek a megépült újraépítése. Ennyi, úgyhogy valami kérdés, hogy szükségesen. Azt mondom, hogy kérdezni, hogy említetted, hogy a pénzrendszerünket értem váltani, és azt is említetted, hogy elég nehéz esetben a katasztrófa biztos megoldásokat. A
kettőt tudod-e egyesíteni, van erre valami ötletet, hogy állam elmenni új pénzrendszer? Hát a... Ha minden jól megy, akkor nyáron elindítani ezt a pénzrendszert, ami helyi közösségeket belindulni, és azok minél több helyen indul el, utána tud ez integráló minőségi országos rendszereit fölnövekedni. Tehát ez azzal az ambícióval indul, hogy a jelenlegi hivatalos valutákat, mint a fiat pénzeket fölváltsa, mert ez egy olyan működés biztosít, ami kizárja az inflációt, kizárja a valuta spekulációt pénzpiacokat, mivel nem megy tőzsdére, és ilyen értelemben többet tud, mint a jelenleg sokak által kedvelt kriptovaluták, mert azok is sérülékenyek és bizonyos értelemben egyáltalán nem gyógyítják a pénznek a centrális betegségét. Tehát itt egy önigazgató társadalomnak a megfelelő pénzrendszerét próbálják elindítani, ami a pénznek a globális problémáival ad választ. De ezt nem tudjuk azt csinálni, természetesen lecserélik a jelenlegi globális valutarendszert, hanem megpróbálom fölmögezteni egy közösség általunk egy alternatívát, és ha az látszik, hogy működik, életképes és nem gyilkolják be velünk együtt, akkor ez lesz a jövő. Majd erről nyilván, amikor megjelenik a bűvel, akkor fogjuk ezt. Egy rövid kérdésre van még lehetőség, és akkor ezt a témát igen van, elég. Említettem, hogy ugye egy keretrendszer kidolgozhatok az ilyen falvakra, ugye könyvben tartatóan lehetnek. És egyik ilyen projekteket mutattam, amit megvalósoltak, viszont látszott a lehetőséget, hogy ezek implementálva legyenek majd a jövőben valamikor? Hát arra várok, hogy jövő rohanjanak meg, hogy implementáljuk, de marára nem értek el senkit, mert mindenki ahhoz haszok, hogy majd a központi költségvetésből majd kapva kiáll valamit magának. Tehát én nem ezt tartom fontosnak. Arra várni, hogy majd valaki kifizetett ceket, az vagy jön, vagy nem jön. A legfontosabb, hogy legyen egy stratégia. Mindegy, hogy van pénz, hogy nincs pénz, nem tudott építeni, és úgy kezdtek, hogy meg volt a pénz, hanem akartak. És ha elkezdte, akár követ, és akkor épít 200 évig. Most itt nem kell 200 évig várni, de ha van egy stratégia, akkor 2-3 év volt az első lépést meg lehet lépni, élelmiszer rendelkezést megkóstolni, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb. Egy energetikai autonómiához már több év kell, energiahatékonyság, stb. És hát látjuk az államot, 25 év közösen elkezdik az épületek energiahatékonyságát, jól rosszul. Tehát ezt önként is lehetne csinálni, adókedvezményben, vagy olyan megoldás, hogy Franciaországban a hőszigetelés, házakba kerülő hőszigetelés ingyen kapható. Mert azt tudják, hogy akárhol kerül, ellopják a korrupció minden, az jó helyre fog kerülni, házba fog kerülni, más nem lehet használni. Tehát el kell kezdeni a stratégiát, és meg lesz hozzá a forrás. Ha akarnak, akkor forrás is lesz. Tehát várom a jelentkezőt. Oké. Nagyon szépen köszönjük Attila előadását.